There you go. Woo! Good to be back! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nem mondok semmit, nem szoktam jól kijönni belőle, hogyha ígérgetek, az a helyzet, úgyhogy nem ígérgetek, de most itt vagyok. Kérdezz felelek, visszatértünk, valamiért ezek a videók mindig nagyon viccesre sikerülnek, általában szoktátok is szeretni, úgyhogy arra gondoltam, hogy hova jobbat. 14-14, kimentettem egy csomó kérdést. Fun fact, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni az alapozom kamerán, videóban, mert hogy totálisan homemade az egész dolog, esik a hó még mindig, és igen, mindegy, kevergettem, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Nagyon sok kérdést írtatok, nagyon sok ismétlődő kérdést írtatok, mint mindig egyébként, de vannak jók, úgyhogy szerintem kezdjünk bele. Ha bármit kihagytam, vagy lenne még kérdésetek azután, hogy válaszoltam ezekre, akkor komment részekbe, privátba írhatjátok nyugodtan. Először az instás kérdéseket fogom olvasni, ugyanis két helyen is írhattatok nekem kérdést. Lehetett instán és név nélkül is kérdezni. A név nélküli kérdezősben vannak általában a botrányosak, viszont ott szoktam találni egy-két nagyon jó kérdést is, úgyhogy igen, össze-vissza leszünk, semmi rendszer nincsen az egészben. Kezdjük! Ja, és ezt tudom, hogy fogjátok kérdezni, rúzs kombináció. Csak szájceruza van rajtam, Aden, Csincsilla az egészen, és külső sarokban pedig Milk Chocolate. És nincsen rajta semmi. Alatta van még MAC primer. Let's go! Tippek szőke hajra, amit leégetett a fodrász. Egy új fodrász, mindenképpen, először is. Másodszorban pedig nagyon-nagyon sok bond repairing treatment, ami ilyen kötést újra állító, javító cucc. Egyébként Dori itt hagyta a cuccait nálam még. És tudjátok, hogy én használtam a Redkennek a Bond Repair családját, és most jött ki a L'Oréal-nak egy igazából ugyanaz, mint a Redken elméletben. Gyakorlatban ezt én is megvettem, és tetszik. Jelenleg nincsen olyan problémám, hogy igazán lássak változást, de ez árban és beszerezhetőségben egy kicsit jobb, mint a Redken. Úgyhogy ha nagy bajotok van, akkor ezt próbáljátok ki, és igen, célszerű az egész termékcsaládot megvenni, és úgy kipróbálni. Viszont, ami nagyon jót tesz a hajatoknak, én ezt a sajátomon legalábbis így vettem észre, hogyha nem mindig ugyanazt használom. Nyilván jó termékeket kell használni, de hogyha cserélgetitek, az tud jó lenni valamiért. Szerintem nem vagyok fodrász. Izott retinoin kúráról mesélsz-e, hogy viselted most, milyen a bőröd, skincare tippek? Szóval, izott retinoin kúra. Kettő doboz szedtem végig, tavaly télen, ősztől tél végéig körülbelül. Nagyon kicsi dózisban, én mindig kicsibe szedtem. Egyszer 18 éves korom körül is szedtem, utána meg ugye a spirál levétel meg minden után. Hetente, hogy volt? Minden másnap, vagy hétfőszerda pénteken szedtem 20 millit, ami nem sok egyáltalán, viszont nekem pont annyira elég volt, hogy tök szépen letisztította a bőröm, viszont mellékhatásokat nem igazán tapasztaltam. Kicsit szárazabb volt a bőröm, és abban az időszakban igazából csak hidratáló cuccokat használtam, és a hajamon nagyon észrevettem, hogy szárazabb a bőröm, ami csodálatos volt, mert körülbelül másfél hetente kellett hajat mosnom, amit visszasírok egyébként, de ezen kívül semmi nem történt, ami nagyon kiemelkedő lenne, és beszélni kellene róla. Keres egy jó bőrgyógyászt, és konzultálj vele. Nagyon sokan nem szeretik, nekem mind a kétszer nagyon jó volt, és én mind a kétszer nagyon szerettem. Azóta egyébként egészen jó a bőröm, most már úgy gondolom, hogy kezd beállni. Vannak pattanásaim, előfordul, de teljesen normális, tehát nem az az extrém, mint ami pár éve volt. És szeretnék most pont a videóztam ma egyébként is, és ott mondtam, hogy szeretnék egy méhámlasztó kúrát csinálni.
pigment foltjaim azért vannak. Ez most a terv, skincare tippek, egyébként erről egy kicsit később fogunk majd beszélni, éppen nyakig vagyok egy kis projektben, úgyhogy erről később beszélünk. Mit olvasol most aktuálisan? Pont itt van még előttem, most jött meg 2 napja körülbelül. Van itt egy Haunting Adeline és egy What Everybody's Saying, ez Joe Navarro volt FBI ügynöknek a testbeszédes könyve. Egyébként ezek most jöttek, de jelen pillanatban, hogyha konkrétan azt kérdezed, hogy most mit olvasok, Diary of a Human Lie Detector, azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy ez a pontos neve, de ide teszem magam mellé, úgyhogy igen. Nagyon hosszú sztori. A lényeg az, hogy régebben néztem egy másik testbeszédolvasócsajt, de neki nincsenek aktuális videói, podcastjei, stb. Bekerült a képbe ez az Annie, és ő meg mostanában mászkál egy csomó helyre. És nem is régen jött ki a könyve, azt hiszem. Ahogy elkezdtem nézni, megint fellángolt a kis érdeklődésem, és egy kicsit igen, most elvesztem ebbe. Mióta edzel, formálod magad, van-e valami cél, hogy miben szeretnél fejlődni, zárójel külsőleg? Mióta edzel? Ma vettem meg az új havi bérletet, úgyhogy pont egy hónapja. Volt olyan kérdés is, hogy mennyit járok, stb. Edzőterembe járok. Valaki nagyon cuki volt, megkérdezte az egyik sztorim alatt, hogy gym vagy futsz. Le a kalappal a futók előtt. Minden tiszteletem a tietek, ha kergetnek egy lépésre futok, úgyhogy edzőterembe járok. Heti 5, minden hétköznap. Ez a comfy, nem tudom, kis alapbeállítás. Van-e valami cél? Őszinte leszek, nincsen. Jelenleg az volt a cél, hogy mozogjak, és a bubsimnak meglegyen a kis kikapcsolódós idő. Tudjátok, van az a kis mondás, hogy a nyári alak télen készül, és ez igaz, viszont tél van, és nem kell jelenleg, hogy egyébként se kell, tehát ezt ne úgy értsétek, de nem kell sehova jól kinéznem. Úgyhogy jelenleg csak azért járok, hogy mozogjak, minél erősebb legyek. Pár szám van a fejembe, amit egy-egy gyakorlatnál szeretnék megfogni, úgyhogy ez most így hülyén hangzik, hogy PR-ok, de igen, most inkább így ilyen irányba mozgolódok. Ha változik, akkor mindenképpen szólok és látni fogjátok. Mostanában hogy van a lelki világot? Kérlek, olvasd be, cuki vagy. Jól. Határozottan jól. Hétfőn megyek Lucához. Volt egy kis falling off-om, igazából annyira jól sikerült a nyár, hogy így totál elmaradtam minden ilyen felelősséggel, és nagyon régen voltam Lucánál, és egy hónapja már mondogatom Barbinak, hogy nagyon kellene. Nincsen baj, de úgy érzem, hogy szükségem lenne rá, és amikor voltunk az egyik előadásán, akkor mondtam, hogy oké, most. Úgyhogy jól, az az igazság, hogy mindegy, erre majd egy másik kérdésnél válaszolok, mert láttam, hogy van valami ilyesmi, úgyhogy ott majd erre visszatérünk. Beszerezted-e a karácsonyi ajándékokat? Nem. Utolsó pillanatos vagyok. Nincs karácsony hangulat. Egyáltalán. Pont édesanyával beszéltük valamelyik nap, hogy nem. Nem tudom, hogy miért, semmi karácsonyi hangulatom nincsen. Milyen nyelveken beszélsz? Nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már egyébként, de angollal egészen jól meg vagyok. Nagyon régen, még gimiben elkezdtem orosz tanulni, és olvasni még mindig tudok. Cirilla betűket tudom használni, tehát le tudom írni őket, de beszélni nem kezdtem el, amit nagyon sajnálok, úgyhogy erre majd visszatérünk. És volt egy röpke betekintésem a spanyolba, viszont igen, úgyhogy az oroszt és a spanyolt egy picit magasabb szintre kellene elmenni, és akkor egészen jól állnék, addig csak azt tudom mondani, hogy angolul, úgyhogy ja. Hogyan tanultál meg ilyen jól angolul? Nem tudom, hogy ilyen jól tudok-e igazából, mindenhol megértetem magam, könyvekkel egészen jól boldogulok, mindent angolul nézek. Szerintem ez a legnagyobb, hogy YouTube-ot anno is angolul kezdtem el nézni, nem csinálni, nézni. Nem tudom. Ami angolul van, az angolul nézem. Ennyi. Vezetsz-e bármilyen naplót, szerinted segít a nehéz időszakok átvészelésében? Nem vagy... Az a baj, hogy ez olyan rossz
így mondani, mert nem biztos, hogy ez a jó megfogalmazás, de nem vagyok kitartó, ami azt jelenti, hogy rendszeresen nagyon kevés dolgot tudok csinálni. Ami azt jelenti, hogy nem tudok minden este leülni és naplót írni, mert nem. De volt egy pár hónapja, egy két hét, amikor lelkileg olyan megterheltnek, nehéznek éreztem magam, hogy jól esett kiírni. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy időszakok vannak, amikor szarul érzem magam, akkor lehet, hogy leülök, igen, és kiírok mindent, de rendszeresen nem. És akkor így válaszolva a kérdésedre, hogy segít-e a nehéz időszakok átvészelésében, igen. Ha őszinte vagy, akkor igen. Tervezel-e a jövőben újra szőkehajat? Úristen, most néztem vissza pont a képeket. Törölgettem a képeimet. És minden alkalommal megkísért. Tudom, hogy nem jó, nem fogom. 5 éven belül biztosan nem leszek szőke. Ez 1000%. Vagy mi 2 év múlva platina szőke. Nem, csak vicc. De biztos leszek még. Persze, hogy leszek. Hát megbolondulnék, hogyha valamikor nem cserélnék. Most full naturál minden, visszatérünk még erre, de valamikor biztos leszek még szőke. Ó, ezt nem is láttam. 10 per a sínes sminkek, ha az összeset kell nézned. Én nem tudom, hogy mi van a sínes sminkekben, de eddig akármit próbáltam, minden kurva jó volt. Hogy? Extrém olcsó? Nem tudom. Igen. 10/9. Hiba lehetőséget meghagyjuk nekik, de 10/9. Minden. Mi az a tulajdonság, ami másokban idegesít? Úristen! Általánosságban mi idegesít? A panaszkodás. Talán. Talán a panaszkodással van a legnagyobb problémám mostanában. Ne értsétek félre. Tehát most ezt... Barátok közt vagyunk. Mindenki értse jól. Semmi bajom nincsen azzal, amikor... Bármelyik barátnőm felhív, vagy én felhívom őket, és elmondom, hogy úristen, nem hiszed el, mi történt, idáig vagyok, ez van, tötötötötötötötö. De ezután általában következik a megoldás, vagy elmondom, hogy tudom, hogy mi a megoldás, de muszáj volt elmondanom. De amikor nem a te kontrollodban van az a dolog, tehát te nem tudsz semmit tenni, hogy változtassál rajta, vagy tudnál, de nem vagy hajlandó, és emellett panaszkodsz róla, és idegesíted magad rajta, ha nem tudsz rajta változtatni, engedd el a picsába. Nem lesz jobb tőle, hogy hisztizál. Attól, hogy túl gondolod, és idegeskedsz rajta, ha nincs rá befolyásod, és nem tudsz rajta változtatni, nem lesz jobb a helyzet. Engedd el, majd alakul. Ez az, igen. Hogy haladsz a Procreate-es rajzolással, lesz-e még rajzos videó? Nem tudom, hogy mióta nem ültem lerajzolni. Pont ezen gondolkoztam, hogy tök szívesen vlogolnék nektek napi vlogokat, de nem történnek olyan dolgok, amit meg tudok mutatni. Nagyon sok behind the scenes-es dolgom van, de azokat nem tudom megmutatni. Nyilván egyszer-egyszer takarítós videót fel tudok venni, de mindig ugyanaz. És jelenleg olyan időszakban vagyok, viszonylag keveset megyek el itthonról, és inkább magamra koncentrálok, fókuszálok, viszont ebből nem mindig tudok nektek mindent megmutatni, és nem is biztos, hogy meg szeretnék mindent. A kérdéshez visszatérve, nem rajzoltam mostanában. Hogyha lesz időm megint nekiülni, akkor fogok, de most egyébként inkább könyvekre vagyok ráva megint, úgyhogy olvasgatunk. Legrégebbi ruhadarabod, amit a mai napig hordasz, biztos valami alvos póló. 1000%. Nem lehet más. Ugye? Ezt se láttam. Ha akármelyik könyvbe élhetnél, amit eddig olvastál, melyik lenne az? Man! Nem tudom, végig kell gondoljam, meg kell nézem, hogy miket olvastam. Akotár. Miért gondolkoztam rajta? Egyértelmű. Igen. Ez nagyon random. Mi miatt van hányás fóbiát? Csak ha nem túl kényes kérdés. Nekem is az van. Részvétem elsősorban. Nem tudom, Lucával elkezdtünk már errefele tapogatózni. Nem jöttünk még rá. Minden ilyen nagyobb
dolgot kizártunk, de az a baj, hogy annyira korántól van. A legelső emlékem az ilyen 8 éves koromból van körülbelül, amikor az első ilyen kis hányás fóbiás pánikrohamom volt, és nem tudom, fogalmam nincs, de jövőre kiderítjük. Idén nem fogok ezzel már mélyebben foglalkozni, de jövőre egyébként van egy-két ilyen kis önismeretis dolog, amit szeretnék beiktatni, és az egyik az kapcsolódhat ehhez is, úgyhogy ezzel fogunk még foglalkozni. Szindiként mennyire hiányzik a nőiességed megélése? Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem. Lehet, hogy totál vakon vagyok, de én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem. Nem gondolom egyébként, hogy ahhoz, hogy te igazán nőnek érezd magad, feltétlen kell pasi. És értem, hogy mire gondolsz, és nyilván más, hogyha valakivel vagy, de ahhoz, hogy meg tudjam élni a nőiességem, szerintem nem kell, hogy kapcsolatban legyek, vagy legyen bármilyen faszi mellettem. Szednél-e újra bármilyen fogamzásgátlót, gyógyszerspirál, ha lenne hosszú távú kapcsolat? Nem. Nem. Semmiképpen. Biztos, hogy nem. Mostanra, képzeljétek el, egy fél éven belül körülbelül, most valamikor álltam vissza teljesen úgy, hogy azt mondom, hogy most már semmilyen hatását nem érzem. Több mint 3 éve le van véve. Lehet, hogy 4. Nem. Semmit. Mi most a kedvenc sorit filmed? Nem feltétlen mondom azt, hogy kedvenc, de most fejeztem be a Lie to Me-t, hazudj, ha tudsz. Egy évad magyar, másik kettő angol. Ezt csak információként mondtam el, egyébként egy elérhető Disney Pluszon, másik kettő Hulun, vagy egyéb helyeken. Én lehet, hogy egyéb helyeken néztem, angolul az egészet, 3 évada van, sajnos, nem tudom, hogy miért nem csinálták tovább. Zseni, főleg, hogy most benne vagyok ebbe a témába, elképesztően jó volt. Igen. Mostanában nem láttam olyan igazán jó sorozatot, filmet, mit néztünk? Ó, az új Éhezők viadala. Kurva jó volt. Nagyon, nyilván, ha szereted az Éhezők viadalát, de nagyon jó volt. Voltál-e mostanában bármilyen randin? Igen, rendszeresen viszem magamat randizni. Én és a különböző személyiségeim sűrűn járunk el és programozunk együtt, úgyhogy... Yeah. Egyébként nem. Hogy sikerült ilyen jól leadni pár kilót? Fun fact, egy dekát nem fogytam. Egyet sem. Ezt onnan tudom, hogy amikor otthon vagyok vásárhelyen, akkor lemérem magam. Mert hogy itthon mérlegem sincsen, olyan szinteken nem érdekel. És így két hetente, havonta, amikor otthon vagyok, akkor megmérem magam, és minden alkalommal csak így pislogok a mérlegre, hogy ugyanannyi. Nyilván attól függően, hogy a ciklusomban hol vagyok, egy kilón belül van kis váltakozás, de semmi. Oké, ezen az oldalon van a legtöbb csávós dolog, úgyhogy akkor válaszoljuk meg a legfontosabb kérdést ever. Hogy állsz a pasikkal? Van-e valaki most az életedben? Van már kiszemelt pasi, vagy most jó a szingli lét? Volt egy olyan kérdés, ez is itt kell lennie valahol, hogy nem szeretnék-e már kapcsolatot, nem félek-e tőle, hogy öreg anyuka leszek? Nem. Az az igazság. Annyira nem ez az elsődleges szempont most az életemben. Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor most már úgy érzem, hogy ha lenne valaki, akkor talán készen állnék, és tudnék befogadó lenni. Lehet, hogy ez az inkább jó megfogalmazás, de jelenleg nem ez az elsődleges szempont. Ahogy az előbb is mondtam, nem járok el túl sokat itthonról, magamra koncentrálok, mind mentálisan, mind fizikailag, és most ez a legfontosabb, és nem biztos, hogy a kis rutinomat szeretném most feladni bármiért vagy bárkiért. Én reggel szeretek járni edzeni, ami azt jelenti, hogy 6 órakor én már a teremben vagyok, tehát 5 órakor kelek, amihez 9-10 közt nekem le kell feküdni, és most ez a legfontosabb, hogy 9-10 órakor én ágyba legyek, és 5 órakor szépen felkeljek. Úgyhogy nem. Egyébként meg, hogy nem félek attól, hogy öreg anyuka leszek, ez hülyén hangzik, de szerintem, ha gyereket akarnék, lehetne gyerekem. Tudnék villámgyorsan egy csávót találni, csak azért, hogy legyen csávom, de csak azért, hogy legyen valaki, azért nem kell. Ha úgy van valaki,
akire felnézek, úgy érzem, hogy tudunk együtt fejlődni, és tényleg a legjobbat hozzuk ki egymásból, akkor azt mondom, hogy igen, ez az, ez kell. De csak azért, hogy egy ilyen kérdésre aztán azt mondjam, hogy ja, igen, van faszim, azért nem kell. Úgyhogy nem aggódok ezen egyáltalán. Mikor jön az Akotár videó Barbie-val? Nem csak rajtam múlik, ezt azért remélem, hogy tudjátok, viszont az a baj, hogy nagyon régen olvastuk, és beszéltük már többször, hogy nekiülünk és elkezdjük, újra kellene olvasni, vagy legalábbis valami emlékfelfrissítést kellene csinálni, mert nem állunk olyan jól már. Melyik a kedvenc alapozód? Nem tudom. Alapozó krízis, válságban vagyok. Még mindig egyébként Charlotte Tilbury akármi, mindet imádom. Macnek nagyon szeretem ezt, nem tudom, hogy mi a pontos neve. Estée Lauder, Double Wear. Catrice-nek most egyébként ez a tinted, fluid, bizéje van rajtam, de ennek botrányos a színskálája. Ezért kevergettem ma egyébként, úgyhogy nem tudom. Külföldi high-end márkákat hol tudod beszerezni? Egyébként a Douglasban nagyon sok minden van, ahhoz képest nyilván. Viszont francia, német, talán német is, román, és van még valami, ami nem volt rossz, Sephora online rendelés. Lefordítod az oldalt, mindent meg tudsz rendelni. És ugye ezekből az országokból nincs is van, úgyhogy ez a legegyszerűbb művelet. Ezen kívül egyébként azt hiszem, hogy Cult Beauty a neve annak az oldalnak, ahonnan a retken dolgokat szoktam rendelni, és ott is vannak dolgok. Miért nincs barátod? Hisz ritka szép nő vagy. Köszönöm, kedves vagy. Tervezel-e még idén utazni valahova? Mi volt az Fuck. Tervezel-e még idén utazni valahova? Mi volt az idei kedvenc utazásod? Tervezni igazából nem tervezek, de hogyha valaki szeretne Maldívra elvinni szilveszterezni, csak ötletként mondom. Az idei kedvenc, az szerintem Monaco volt. Az nagyon jó volt. Nem gondoltam, hogy ennyire fogom szeretni. Nagyon rövid időre voltunk egyébként, 2-3 nap talán, zseniális volt. Nagyon-nagyon jó. Hogy lehet egy szakításon túllépni, illetve hogy lehet manapság ismerkedni? Koncentrálj magadra, és ne csak kamuból. Tehát ne ilyen maszkolás legyen, hanem tényleg foglalkozz magaddal. Akkor is, ha szar, és olyan dolgokkal kell foglalkoznod, amiben nem biztos, hogy szeretnél. Gyászold meg rendesen, ha meg kell gyászolnod, utána lépjél tovább, és dolgozz magadon. Ez a terv. Illetve, hogy lehet manapság ismerkedni, nem tudom, de hogyha rájössz, akkor légy szíves, hozz meg velem is. Fogalmam nincs. Őszinte válasz. És akkor elérkeztünk a név nélküli kérdésekhez. Ha lányod lenne, mi lenne a neve, Klára vagy Henny? Miért csak ebből a kettőből lehet választani? Ezt ezért fotóztam ki, hogy miért kaptam választási lehetőséget. Egyébként Henny. Ha ebből a kettőből kellene választani. Milyen zenéket szeretsz? Tegnap jött ki a Spotify értékelő. Man, botrányos vagyok. A Spotify is megmondta, hogy ha szeretek egy zenét, akkor azt nagyon szeretem. Nem mondom meg, hogy mi volt az idei leghallgatottabb zeném, de 500 valahányszor hallgattam meg. Minden. De tényleg minden. Olyan szinten azt hiszem, hogy 8 fajta műfajban hallgattam zenéket. Musical, mese, dalok, opera, rock, pop, minden. Mi vásárhelyen a kedvenc helyed? Ezt direkt kimentettem. És egyébként most vagyok hülye. Sétálom, van egy specialty kávézó, nem jut eszembe, hogy mi a neve, ide írom nektek. Öcsi vitt el oda először, zseni, a régi édes otthon helyén. Szerinted a 2020-as években mi a legnehezebb egy nőnek? Ezt valamelyik nap beszéltük egyébként Dóriéknál, hogy szerintem tényleg az, azt megtalálni, hogy milyen helyekre menjél,
hogy normális faszikkal találkozzál. Én azt mondtam, hogy normális csávót találni, és erre javítottak, hogy inkább az, hogy olyan helyet találjál, ahol tudsz normális faszikkal találkozni. Úgyhogy nekünk ez a tékünk a kérdésről, de egyébként erre várom a ti megfejtéseiteket is, mert érdekes. Mi a legspicybb könyv, amit eddig olvastál? Még nagyon az elején volt egy 18 pluszas sorozat, amit olvastam. Arra emlékszem, hogy egészen leíró volt. Az Akotár is szexi, amit most olvastam, a Kill Switch, az se volt rossz, de szerintem ez lesz a válasz rá. Bele se néztem még, nem mertem kinyitni, mert attól féltem, hogy ha kinyitom, akkor véletlenül elkezdem olvasni, és ha elkezdem olvasni, akkor nem tudom lerakni, és addig kell olvassam, míg be nem fejezem. És pont olyan hosszú, hogy mivel angol, ez két teljes napomat mondjuk elvenni, amire most nem érek rá, de azt mondják egyébként, hogy ez erős. Ha nem videózás lenne a munkád, akkor mit csinálnál legszívesebben? Ezt azért mentettem ki, mert most van rá válaszom. Megkérdeztek egy fél év múlva, valószínű, hogy nem ez lesz, de jelenleg ez a testbeszédelemzés, nagyon, most nagyon rá vagyok kattanva, úgyhogy ezt csinálnám. Nagyon tetszik. Mit gondolsz, miben változtál a tavalyi énedhez képest a legnagyobbat? Mire vagy a legbüszkébb? Nem tudom rátenni így az ujjamat, és azt mondani, hogy ebben szerintem, hogy minden téren egy kicsit alakulok, úgy gondolom. Mit változtatnál a mostani éles stílusodon jövőre? Van-e már terved egyáltalán 2024-re, amit meg szeretnél valósítani? Így, hogy elkezdtem edzeni, én azt mondom, hogy most jó vagyok. Ha nem járnék edzeni, akkor tuti azt mondanám, hogy jövőre mindenképpen elkezdem. Ezen kívül, amit változtatni szeretnék, olyan nincsen. Van-e bármilyen tervem, amit meg szeretnék valósítani? Van. El fogom-e mondani még? Nem. De ilyen van egy-két dolog, ami így el van raktározva. Neked mi ad motivációt az edzéshez? Én is el szeretnék kezdeni edzeni, de itthon nem visz rá a lélek, edzőterembe meg nem nagyon tudok menni. Ha itthon edzenék, itthon kellene edzenem, én se edzenék. Az, hogy el kell menni, az mindenképpen pozitívum nekem. Egyébként meg maga az edzés. Tök sokan mondják, hogy nem szeretnek edzeni, de utána nagyon jól érzik magukat. Jól érzem magam utána, de én ott szeretek lenni, és csinálni szeretem. Úgyhogy nekem az a motiváció, hogy ott legyek. Lehet, hogy ez neked nem segít. Ha más nem, akkor vegyél egy bendet, és azzal kezdj el valamit csinálni. Hogy kezdik el beszélgetni egy faszi valakivel egy órára járunk suliba, nem az osztálytársam? Mik azok, amik szerinted automatic green flag-ek? Nagyon sok olyan podcastet hallgattam mostanában, ahol csak csávók vannak. Az ő elmondásuk alapján tök mindegy, hogy kezdesz el beszélgetni vele. Ha odamész és te szólítod le, akkor szinte már nyert ügyed van. Nyilván, ha nem vagy neki szimpatikus, akkor egy idő után ez nem működik, de az, hogy akárhogy körülbelül, egy órára jártok valószínű, hogy akkor ott, óra után, előtt talált fel magad csaj vagy menni fog. Automatic green flag-ek. A red flag-eket is úgy csinálom, mintha nem látnám, úgyhogy a zöldekről ne is kérdezz. Ha szingli vagy, akkor mit élvezel legjobban ebben az élethelyzetben? Ez szarul fog hangzani, és egoistának, de azt, hogy én vagyok a középpontban. Csak magammal kell foglalkoznom, nem kell senkit kerülgetnem a lakásban, nem kell foglalkoznom vele, hogy bárki másnak van-e bármi időbeosztása, programja, terve, összeegyeztetni. Én, ha 9-kor le akarok feküdni, akkor ne zavarjanakra teszem a telefonomat, és lefeküdtem 9-kor. 5-kor felkelek, nem kell figyelnem, hogy véletlen csörömpölök-e, és felébreztek-e bárkit. Azt csinálok, amit akarok. És most aranyat ér. Imádom. Mi a kedvenc romantikus, horror és esetleg erotikus könyved? Nem teljesen horror, de a Verity az top kategóriájában, szerintem nekem. Volt egy, ami kicsit ilyen, nem is tudom, hogy mivel soroljam be, pszichotriller, talán az is Nématanú, azt hiszem az volt a neve, az
nagyon jó volt, és a Kill Switch is egyébként egy kicsit ilyen spooky, romantikus, hát nagyon sok ilyen nyálas, nem tudom minek hívjam, könyvet olvastam az elmúlt időben. Cukik, de ilyen egyszer olvasós, tök jó könyvek, akármelyik könyves videómat megnézett, tele van ilyenekkel. Az erotikusról meg beszéltünk, szerintem. Ha véletlen valamit kihagytam, és kifejezetten eszembe jut, akkor azt ide fogom nektek megírni. Mit szeretsz magadon a legjobban? Valószínű, hogy külső tulajdonságra gondolsz, vagy valami fizikai adottságra, de mostanában azt kell, hogy mondjam, hogy az alkalmazkodó képességemet, és a szó legjobb értelmében olyan szépen tudok adaptálódni minden szarsághoz, mindig feltalálom magam. Nem tudsz olyan hülyeséget kitalálni, amit nem tudok megoldani. Vagy így, vagy úgy, de minden megvan oldva. Szerintem ez menő. Lesz-e valaha még olyan videó, ahol a kommentelők titkaira, kínos történeteire reagálsz? Egyébként lehet, hogy vissza kellene hozni, mert az is zseniális volt, és elég sok idő eltelt most már, úgyhogy szerintem ideje lenne. Hogy állsz a pasikkal, Randi, hol ismerkedsz? Ahogy már mondtam, fogalmam nincs, úgyhogy várom a helyeket, és egyébként azon is gondolkoztam már, hogy rendes csinálok egy Google formot, és be fogom baszni random helyekre, és ott ki lehet tölteni, és lehet jelentkezni. Zseni, ez a kérdés mindig feljön valahogy. A hajadnál ott, a homlokodnál egy kis részen olyan, mintha egy heg miatt nem nőne a hajad. Az ott mitől van? Forgó. Ez középen még mindig forgó. Nem tudok vele mit csinálni. Kérdeztem, hajbeültetése jó, mert ugyanúgy el fog csavarodni, úgyhogy be lehetne tetováltatni, meg lehetne próbálni a hajbeültetést, annyira nem érdekel, ott van. Mit ajánlasz azok számára, akik szeretnének fejlődni önértékelés és elfogadás szempontjából, de nem tudják, hogy hol kezdjék? A Google-ön kezdjél, keressél a közelbe, vagy online egy pszichológust. Nem tudom eléggé ajánlani mindenkinek. Tök mindegy, hogy hány éves vagy, tök mindegy, hogy fiú vagy, lány vagy, férfi, nő, akárminek érzed magad, pszichológus. Szereted a romantikus vacsorákat? Ki nem szereti a romantikus vacsorákat? Egyébként. Őszintén. Tegyétek a szívetekre a kezeteket, és mondjátok azt nekem, hogy én utálom. Hányok a romantikus vacsiktól? Ember. Zsófival hogy ismerkedtél meg? Ez most annyira fel lett kapva. Elmesélem nektek. Zsófi levadászott 8 éve, azt hiszem. Lovas versenyen voltunk. Én lovon ültem. Zsófi a Tattiba voltunk egyébként, a fedelesbe. Én melegítettem, Zsófi pedig a nézőtérnél állt, és körmeim voltak akkor is. Ilyen vagy még talán egy kicsit hosszabb, és szerintem említettem már, hogy csak kesztyűbe lovagoltam mindig, viszont alapból 6 feles kezem van, és a körmeim 8-as kesztyűbe fértek bele, de az túl lötyögős volt, és nem szerettem, úgyhogy a 6 feles kesztyűknek a végét mindig kivagdostam, hogy kiférjenek rajta a körmeim. És Zsófi ezt lentről meglátta, átfutott egy kis gondolat az agyán, és azt mondta, hogy ezzel a csajjal nekem beszélni kell. Utána én leversenyeztem, visszavittem a jószágot a kis boxába, és mire visszamentem addigra, Zsófi már úgy várt, hogy lesben állt, hogy ha látom, akkor oda megyek hozzá. Kicsit túlozva, de egyébként, ha ő meséli el, nagyon hasonló a történet. Akkor leszólított, és azóta igazából jóba vagyunk. Ott körülbelül kellett szerintem egy 10-15 perc, hogy kapcsolódjunk, és azóta barik vagyunk. Szia, én azt szeretném kérdezni, hogy mitől jött ennyire helyre a hajad a szőke után, nagyon egészségesnek tűnik. Nagyon érdekes történet, érdekfeszítő, elképesztően lenőtt teljesen. Nem igazán tudom beosztani az időmet, ami azt jelenti, hogy idén nem voltam fodrásznál, viszont a hajamból vágni kellett mindenképpen, úgyhogy előkaptam Bradmondó barátomat, meg az ollómat, és én vagdostam a hajam. Ami azt jelenti, hogy egy hónapja körülbelül, plusz-minusz 1-2 hét, vágtam le az utolsó olyan részt, ami valaha szőkítve volt a hajamból. Ami azt jelenti, hogy ami most van a hajam, az 100%-ban a sajátom, soha nem volt festve, soha nem volt színezve se, tehát ez teljesen a saját színem,
és teljesen a saját mindenem. Nagyon sok lett belőle vágva, folyamatosan. Úgyhogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy éve nem nő egyáltalán a hajam, mert mindig visszavagdostam, és most már boldog vagyok, hogy mindenki van vágva. Tényleg minden. Nincsen egy deka töredezett hajszálam se. Körülbelül onnan kell nézni, amikor először barnára színeztem, szerintem, vagy az utolsó szőkítés, tök mindegy. Azóta vagdosom folyamatosan, hogy lenőjön. És amikor barnára színeztem, akkor körülbelül idáig ért, így válik, picit talán lentebb. Úgyhogy az lenőtt, és ez maradt, igen. Ki mi adja a legnagyobb motivációt? Ezen amúgy gondolkoztam, és az az igazság, hogy szerintem nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan emberek vesznek körül, akik valamilyen szinten mind motiválnak. És ez tök jó. Legyen szó egyébként akár a kis szűk körömről, vagy olyan emberekről is, akikkel nem feltétlen beszélek minden nap, vagy nem tartjuk úgy a kapcsolatot, de nagyon motiváló emberek vesznek körül. Nyilván van egy belső motiváció is, de az azért jön és megy. Úgyhogy amikor nincs motiváció, akkor van kitartás. Az emberek körülöttem az egyébként nagyon sokat segít. Szia Rebeka, azt szeretném kérdezni, hogy hogyan, illetve mikor jön el az a pont egy párkapcsolatban, amikor tudod, hogy ti már nem működtök jól. Köszi, Eszti. Szerintem, hogyha ez a kérdés felmerül, akkor már eljött az a pont. Nekem ez a tapasztalatom. Elméletileg csak hallottam, hogy a nők hajlamosak arra, hogy még benne vannak a kapcsolatban, de már lezárják a kapcsolatot, és meggyászolják a kapcsolatot, és aztán hagyják ott a történetet. Szerintem, hogyha ez a kérdés egyáltalán felmerül a kis buksitban, akkor time. Nem vagyok pszichológus, úgyhogy az én tanácsomat ne fogadd meg, ez csak vélemény. És vége! Ennyi kérdést mentettem ki. Remélem, hogy tetszett, izgi volt. Örülök, hogy itt voltatok velem. Én nagyon jól éreztem magam kérdéseket, véleményeket. Minden ilyesmit komment részekbe természetesen várom. Beszélgetős videóink lesznek mostanában, ugyanis beszélgetni van kedvem, és ahogy mondtam, túl sok dolgot nem csinálok. Úgyhogy bármi, amiről lehet nagyon sokat beszélni, és ne adj Isten, még titeket a véleményem is érdekel egy-egy dologról, ilyeneket írjatok nekem. Le a komment részekbe, vagy Instán, DM-be. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, következőben találkozunk, sziasztok!